Minecraft vagy GTA 5 vagy esetleg bármilyen különleges új játék, amit meg szeretnél venni, akkor van egy hatalmas, nagyon jó hírem, ugyanis olcsón, gyorsan és nagyon egyszerűen meg tudod vásárolni az eneba.com-on. A leírásban megtalálsz minden hasznos linket, ami ahhoz kell, hogy el tudj jutni az oldalra. Van Minecraft GTA 5, mit tudom én, amit csak szeretnél. Szóval csekkold le minél gyorsabban és kezdődjön a videó! Na szóztak srácok, én kis sütvénk egy újabb videóban, és ebben a mai videóban az lesz, hogy itt van velem Husi. Yeah. Az viszont, mivel azért nincsen itt, mert az lesz a feladatom, hogy itt ebbe a faluba, onnan ugye már elköltöztünk, ide visszajöttünk, és ő valahol valamelyik házba, vagy nem tudom pontosan, hogy hol, de elbújt, és az a lényeg, hogy meg kell keresnem, és hogyha megtalálom, akkor vesz nekem egy telefont, ugye? Nem. Akkor egy órát? Talán. Oké. Okay. Na mindegy, az a lényeg, hogy meg kell találnom Husit, és hogyha már most tetszik ez a videó, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és nézzétek meg a leírásba az Eger, illetve a Soproni fanfesteket, illetve nézzétek meg a termékeket is. De ennyit a promóról, mehetünk is akkor keresni a jó kis Husi barátunkat, és én biztos vagyok benne, hogy az első azt ma megtalálom. Na már itt van egy ilyen pince, nézzük. Amúgy ez esküszöm, hogy nagyon jó búvóhely. Nincs itt, pedig amúgy esküszöm, fogadtam volna, hogy ide bújsz. Pedig nem vagy itt, pedig ez amúgy mekkora hely már. Vicces lett volna a videó első másodpercében megtalálok, azt utána már mehetek és válaszolni, milyen órát veszek. Na mindegy, az a lényeg, hogy azt hiszem, sajnos tudom, hogy Husi egész jól tud bújkálni, mivel macska, és akinek van macskája, az tudja, hogy a macskák mindenhova elbújnak, bebújnak és ott alszanak, szóval nem lesz egyszerű dolgom, maradjunk annyiba. De viszont annyira nem is tudom, mi ez a cica otthon. Hát, itt sajnos nincsen bent, jó, a tóba néztem, de hát oda úgysem erre bemenni, mert a macska az fél a víztől. Itt ebbe a börtönbe, vagy nem tudom mi ez, itt sincs. Hát, írjátok le srácok kommentben, hogy szerintetek hol lehet Husi. Tehát nem tudom, ezt a falut, hogy kb. Ismeritek, írjátok le, hogy mit tudom én, az edzőterembe, vagy nem tudom azóta az már mi állatmenhely, hogy hol lesz. Aztán meglátjuk, hogy igazatok lesz-e, így gyorsan körbenézek mindent. Megnézem, itt ez azért jó nagy épület, hogy hagyjuk ezt a végére, mert lehet, hogy ezt írjátok sokan. Jó, ezt hagyom a végére, mert... jó, mindegy, ezután meg akarom nézni mindenképp. Ezen az ajtón nem kérem. Pedig ott vagyok bent, szerintem mennyire. Aha, biztos, jó, mondjuk ezek után már biztos, hogy nem vagyok. De az is lehet, hogy csak azért mondod ezt, hogy azt higgyem, hogy nem vagy bent. Ebben a házban nem vagy. Senki. Hát, jó, nézzük meg. Most már felkeltetted az érdeklődésemet. Nézzük meg akkor. Csengető. Oké? Okay. Jézusom, de sötét van itt. Ja, de ide már nem is lehet bemenni, csak ennyi van. Le van zárva az egész. Jó, hát akkor ide mondjuk tényleg nem lett volna egy túl jó ötlet elbújni, mert lényegben nincs ott semmi. Itt a piacon esetleg eladó macska. Idebe? Nem. Itt a boltban sincs. Hol van akkor? Most már esküszöm. Na, átnéztem egész sok dolgot. A Dani régi ilyen, hogy hívják, kocsijába lehet még. Ott abba fent, abba a házban, meg ott nem tudom. Jó, mindegy, még lehet rengeteg helyen maradjunk annyi. Mozogni mozoghatok, nem? Nem tudom, hát mozoghasson, írjátok le kommentben, hogy mozoghasson, de szerintem most még mozoghatsz, de majd nem tudom, lesz egy pont, amikor mondom, hogy ott már meg kell állnod, mert nagyon nem találok. De viszont az, hogy mozogsz, az azt jelenti, hogy elvileg láthatlak is. Jó, nyilván gondolom úgy fogsz mozogni, hogy ilyen normálisan, tehát hogy nyilván ne vegyem észre, de akkor is nézzük meg abba a toronyba esetleg, ott mondjuk jó sok hely lehet, nem tudom, hogy abba a toronyba fel lehet egyáltalán menni. Menjünk oda, aztán nem tudom, derítsük ki. Oda fel lehet, ott a lépcső hozzá. Ott, na szerintem abban a házban biztos nincsen, mert fel van robbantva. Nem akartalak bántani, miért dobtam tojással egy kutyát, és most elkezdett üldözni. Jó, mindegy, gyorsan menjünk fel. Nem akarom bántani, szegény, csak tojást dobtam rá. Miért kell itt idegeskedni, komolyan nem értem. Hány lépcsőfok van még? Ennek a tetején lesz. Tuti, érzem a macskát. Hát. Rosszul éreztem, mert itt nincs semmilyen macska. Se Husi, se más macska. De azért, hogyha... Na figyeld már meg békét, nézzétek már milyen szeme van, már nem is kerget. Hogyha más macskát találok, az ér? Vagy téged kell megtalálnom? Hát engem kell megtalálni. Az nem jó. Ha szeretnéd ezt az órát? Akkor mindenképpen téged találok. Hát mondhatom, hogy megtalálok, mert úgyis meg foglak találni, mert egy ász vagyok. És bármikor megtalálok. És én tudom is, hogy hol vagy, srácok, ott lesz. Most nem mondom ki hangosan, mert utána elfogadnom futni. Ott lesz. És higgyétek el, hogy ott lesz. Na most esküszöm, tojásokat nem fogok majd dobálgatni, mert megint megdobok véletlenül egy szegény izét, akkor utána megint rám fog támadni.
Az a híd is le lett rombolva. Mondjuk ott még valahogy lehet átférek. Semmilyen híd, semmilyen híd. Jó, te itt macskázzál nyugodtan, mert aztán a végén még kitalálod, hogy hol leszek. Csuklanom kell, de nem tudok csuklani, ez. Ez mi? Hát itt nincs. És én most nem tudok kimenni. De jó. Jó. Tudok felajánlani, akkor, hogyha előjössz egy ilyen szekrényt, amit nem tudom, random találtam meg. Nem kell a szekrény. Nem kell a szekrény. Mint a szomorú. Esküszöm, megnézem a... vagy itt... nincs semmi. Megnézem a régi házunkba, mert bármennyire le van rombolva, mert hát leégettem. Hát attól még lehet itt. Melyik itt hol? Ott van egy kutya. Itt egy rohadt nagy kráter. Hát... itt nincs, mert mondjuk ezt gondoltam volna, mert itt nem lehet elbújni. Jó, így ebbe esetleg, itt már lehet néztem, nem tudom, mi van a hűtőbe. Sok hal van a hűtőbe, az mondjuk már valami jel. Van itt a házunktól, nem messze a ház mögött egy hűtőben teli hal. Hogyha gondolod, nem tudom, úgysem ész odaérte, nem? Te nem szereted a halat. Nem, ez nem fog beválni. Itt a pincébe, nem tudok bemenni a pincébe. Itt sincs. Szépen mi van? Semmi. Pedig esküszöm, kiloptam volna. Hát itt semmi lényegében, ami érdekes, amúgy ezeket a fűszereket majd lehet, hogy tovább viszem, azt már eladom a piacon. De hol lehet? De szerintem már megnéztem, hogy kb. Mindenhol. Már még, akkor biztos nem. Akkor mostantól legyen az, hogy most már nem mozoghatsz, mert nem tudom. Most már nem találok úgy ténylegesen. Az igazat megvallva, eddig sem mozogtam nagyon. Akkor, ez még nekem gáz. Akkor ott abba esetleg... de miért akadok bele a pókhálókba? Miért kellett itt pókembereznünk Danival? Na várjátok, itt gyorsan átmegyek, aztán nem tudom, nézzük meg, hogy ott van-e. Itt cseszték hát Danit, nem? A izé kocsival. Hát ha itt lesz, kell. Legyél, hálózó. Nincs itt. Miért nem vagy itt, Husi? Hol? Sehol nem vagy már, ez a probléma. Várjátok, ott egy híd, annak a másik oldalán nincsen valami érdekes. Tényleg még ott nem néztem meg abba a, nem tudom, ilyen elkerített izébe, tuti ott lesz amúgy, mert már minden máshol megnéztem, és azt mondta, hogy nem mozgok. Nézzük meg még a hídnál. Tuti itt lesz a cicus. Nem. Bár ennek a végén az a baj, nincs is semmilyen ház, meg semmi. Hát akkor itt mondjuk nincs. Akkor már csak egy helyen lehet. De viszont ott már biztos, hogy ott kell lennie, mert minden mol máshol megnéztem. Hol van az ézé? Hol van? Az a... nagy, ott az... nem tudom ezt, hogy hívja, milyen... nem tudom mi ez, ilyen kis... nem tudom, hogy mi ez. Ez lényegében egy ilyen... kis ilyen ház, egy nagy kerttel. Nem tudom, nézzük meg. Itt bent esetleg... itt nincs. Emeleten lehet egyáltalán, vagy itt lehet, mert nincs is izé semmilyen padló, mert ez is le lett égetve. Nem, itt nincs. Itt próbálj meg átugrani? Nem. Itt sincs itt a balláda, majd semmi. Meglepő. Hát, az a baj, itt se vagy. Ami nem tudom, hogy mit jelent, mert... és hát azt tudom, hogy mit jelent, hogy nem találok. De nem tudom, hogy hol vagy. Mert ott néztem. Nem, de valami segítséget adj, valami tippet, vagy nem tudom, amiből kicsit rájöhetek, mert már kell valami rávezetés. Egy ilyen nagyobb helyen vagyok, vagy egy nagyobb hely környékén, mint úgyhogy házat érte. Aha, akkor ott az edzőterem környékén lesz szerintem, mert az lényegében nagy, vagy itt a bolt környékén, ezek is viszonylag nagyok. De ebbe az izében már nem lehet szerintem bemenni, vagy... vagy ott úgy ment be, na várjatok, szedek innen fát, aztán megnézzük, hogy oda nem tudom, hát 12 darab rönk összeink, vagy rönk, hogy hívják ki, ilyen kis planks, az elég lesz. Na, üzd már ki! Aztán nem tudom, írjatok le kommentbe, hogy eddig amiket megnéztem, hogy azok közül ott volt-e valahol, ott az mi volt? Nem te voltál, hanem az valami kutya volt, ami ott mászkált. Jó, na akkor ide építsünk fel. Aha, itt a izé. Itt senki nincs. Itt sincs. Itt ebben a jógateremben, itt sincs senki. De akkor hol vagy? Még itt lehet? Még magasan vagyok, annyit mondok, hogy magasan vagyok. Magasan? De aha. A tornyokban már voltam. És a toronyban. Vagy több torony van. Ott nem lehet. Magasan. Ennek a tetején, vagy mi?
Nem tudom. De már most nem tudok tovább építeni. Ó, Istenem, hogy még kell szereznem izé fát. Miért nem izé adtam magamnak az elején. Most még itt megnézlek, aztán szerintem feladom. És akkor elengedtem ezt az óra sztorit, mert már tényleg érdekes, hogy... Mi? Mondom, ez az. Nem kell vennem órát. Hát pedig jó drágát választottam volna már csak azért, nem találok se. Abba a toronyba voltam. Más torony meg nincsen, szóval... Hát nem tudom, akkor hol vagy? Akkor feladom. Feladod? Aha. Tudod, itt van ez a kutyaházszerű cucc. Itt a híden, ahogy átjössz, eljössz és tombra. Ott vagy a te láka! A tetszőn ott bújkod! Istenem, és oda hogy jutottál fel? Hát felmásztam. Istenem. Bárhol kerestek valamit, mondom, direkt ott voltam, de úgy esküszöm, gondolkoztam azon, hogy azon a kis ilyen kiemelkedő ízen, már mondom, az is valami torony, hogy lehet oda mászál fel, de először feladtam. Mondtam, hogy nem mozogtam, mert az elején csak a ház mögött voltam, és felmásztam utána, miután hallottam. És akkor is ott voltál a ház mögött, amikor bent voltam ebben a lépőben? Nem, akkor már fent voltam. Istenem. Hát jó, mindegy, akkor ez a videó ennyi is lett volna. Tetszett, akkor mindenképpen dobjátok egy like-et, írjátok le kommentbe, hogy bárki tippelte olyat, hogy ennek a háznak a tetején volt. Szerintem senki, mert ez annyira, nem tudom, ilyen, hogy jött volna. Na mindegy, akkor, és hogyha szeretnétek visszavágat, akkor írjátok le kommentbe, és akkor Husi mondjuk órát vett volna nekem, meg mondjuk veszek neki 2 forintért egy halat. Na. Írjátok le kommentbe, hogy gyakoroljátok-e, de ez a videó mennyi is lett volna. Itt volt velem Husi. Cseh! Wow, mekkora testé, szavaztok!